Szilágyi utca, Honvéd utca, Radványpatak, csak néhány terület a bodroghalászi település részen, amelyeknél gondok jelentkeztek tavaly a nagy esőzések kapcsán. Elsősorban az ezekkel kapcsolatos kérdésekre szerettek volna választ kapni a lakossági fórumon megjelentek. De szó volt még a csapadékvízelvezetésben jelentkező gondokról, illetve arról, hogy a város részen megmaradt esőkből sok szúnyog kelhet majd ki az itt élők szerint. Szinte pontosan egy évvel ezelőtt volt az az első árvíz, amit utána még több is követett, és aminek következtében komoly életveszélyes helyzetbe került itt közel 50 család, hiszen őket érintette ez a Radványpatak áradása. Nos, az áradás levonulása után azonnal hozzákezdtünk a munkálatokhoz, hogy még egyszer ez ne fordulhasson elő. Volt, amit kétkezi munkával, saját önerőből meg tudtunk valósítani. Volt, amire pályázatot nyújtottunk be, Viszmajor pályázatot, amin nyertünk, és ezeket a munkálatokat is most már el tudtuk kezdeni és folytatni. És vannak olyan hiányosságok, amelyeknek az eredete az több évvel, 10 évvel, 20 évvel ezelőttre nyúlik vissza, ám a probléma a miénk. A város polgármestere szerint ezekből igyekeznek minél többet megszüntetni, ám ehhez pályázati forrásokra van szükség. A jelenlévők jelezték, hogy időnként gond van a közvilágítással is. Zérci László önkormányzati képviselő szerint a problémák többsége együttműködéssel orvosolhatóak. Én úgy gondolom, hogy minden lakossági észrevételre oda kell figyelnünk, és hát valamilyen szinten természetesen jogos. Tehát nekünk, én legalábbis úgy gondolom, hogy egyetlen olyan kérdése, még ha elhangzás, akkor nem is látok a nagy reményt, hogy rögtön segíteni tudok, de komolyan kell venni, és meg kell nézni a lehetőségét annak, hogy ez megoldásra kerüljön. Egyre többen veszik fel a telefont, és egyre többen keresnek meg személyesen. Ez azt jelenti, hogy valamilyen szinten működik a lakosság és a képviselők közötti kapcsolat. Örök téma a sárospatakiak körében a szemétszállítási díj. Ezen a település részen is sok az olyan idős ember, akinek nem gyűlik össze annyi szemete, mint aminek az elszállítását ténylegesen kifizeti. A város képviselői elmondták, keresik a megoldást erre a kérdésre is.